Szintén az első, ami eszedbe jut arról, hogyha azt mondom neked, hogy egy plusz egy nő. Egy plusz egy nő, hát leszbikusok. Két nő. Szex. Esetleg valami rendezvény. Szerelmi háromszög. Gruppen szex. Milyen egy leszbikus szerelem? Szép. Hát egy szó jut eszembe, bonyolult. Ilyen különleges, szerintem különleges kapcsolat, amit nem lehet így leírni. Tehát az, hogy lélekbe két nő mennyire egymás tud hangolódni, nagyon rövid táv alatt is. Nagyon jó. Mert hogy most nagyon szerelmes vagyok, és akkor ez jut tudom eszembe. Érzelmesebb sokkal, mert két nő odafigyel egymásra. Egy nőnek például fontosabb, hogy a másiknak jobb legyen. Hát intenzív, szenvedélyes, lehet nagyon mechanikus is. Szóval tudod, neki még... Tudod, hogy neked mi kell, szóval nem olyan, mint egy srác, aki épp, hogy rájön, hogy milyen, szóval... Vagy nem jön rá. Vagy nem jön rá, igen. Megint nem szeretnék sztereotípizálni, mert vannak azok a típusú kapcsolatok, ahol a férfiasabb, dominánsabb nő és a lágyabb nő basszol össze. Vannak unisex kapcsolatok, vannak teljesen érthetetlen kapcsolatok. Tök sokszor voltak fiús lányokkal ilyen elég jó kapcsolataim. Mondjuk lányos lányokkal is, tehát így igazából teljesen mindegy szerintem. Mindenképpen szerintem, hogy egykorúak legyenek, tehát az nagyon fontos. Illetve az, hogy nagyjából úgy, hát kinézetre is, tehát szerintem lányos lány, lányos lány. Vannak idősebb, fiatalabb, tehát idősebb nő, fiatalabb nővel. Vannak teljesen nőiesek együtt, vannak teljesen fiúsak együtt. Hát azt gondolom, hogy kölcsönös tiszteleten alapul, egymás támogatásán, és mondjuk egymás támogatásán abban, amikben szükségünk van támogatásra, és mondjuk elismerése annak, amiben meg erősek vagyunk. Ezt egyszerűbb lenne több embertől megkapni, úgymond azt, hogy mit is. Szóval ezt a nagy boldogságot, na. Szeretnétek-e mondani még valamit nekünk? Támogassatok a leszbikus identitások fesztiválját, adományozatok!